Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennék egy újabb videóban. Az ismeretlen tutorial videó lenne, ebből azért van pár videó már a csatornám. A mai videóban azt fogom nektek bemutatni, hogy hogyan tudtok gyorsan és könnyen Steam szintet elépni. Természetesen ezért azért csinálni is kell valamit, tehát játszani kell játékokat, de majd mutatok egy könnyebb és egy egyszerű módszert, hogyan tudjátok valamennyire becsalni magatoknak. Mindenki eldönti, hogy ő becsalja-e, vagy nem, vagy megcsinálja a játékba ezeket a dolgokat. Mindegy, vágjunk is bele. Ugye én, amit gyakran használok Steam szintezésre, az nem más, mint a tehát különböző ilyen kitűzők. Ha játszol egy játékkal és csinálod benne az achievementeket, meg egyéb ilyen feladatokat, akkor te kapsz ilyen kitűzőket, amiből ha összejön, látjátok, van 4 darab, hogyha összejönne, például az utolsó be tudnám váltani, kapnék 100 darab XP-t, és itt hozzá is adódna a 100 darab XP, és egy idő után, hogyha sok ilyet összerakok, akkor átlépek 30-as szintre. Na de ebből hogyan tudtok ugye szerezni többet, mint amennyit ti? Tehát többet, hogyan tudtok szerezni azon kívül, hogy játszotok? Most először is ezt én meg tudjátok venni marketen. Market itt van. Tehát meg tudjátok venni marketem. Itt vannak a becsitek, tehát látjátok, tudtok itt venni becsiteket. Rengeteg van, tényleg nagyon sok van. És ezt jól láttam, hogy az ingyen van. Meg is veszem, ha már ingyen van. Nope! Tehát itt szépen kiböngészitek a kitűzőtöket, amit szeretnétek, lehető legolcsóbb áron összeraktok egy szettet, de hogyha nincs itt annyi, és nem tudtok olcsón hozzájutni, ilyenkor mi a teendő? Feljöttök erre az oldalra, amit a lejjesen meg fogtok találni, ez nem más, mint a steamlevelup.com, ez nem scam oldal, srácok, 100%-ban megbízható, én ezt az oldalt nagyon régóta használom, és tényleg semmi átverést nincs, meg amúgy is most 0,17 centes kitűzőket elvenni, ki az a hülye, aki ezt csinálja. És először is mutatom nektek, hogy én tényleg ezt régóta csinálom, látjátok, ezek a legutóbbi trédjeim, tehát én azért ezt már eléggé régóta csinálom, meg is mutatom nektek, itt látható, ez például pont a cségos, általában pont a cségosat vettem, akkoriban még ugye az voltak. Azt vettem, mert akkor még úgy cségóztam, de azóta már nem cségózok. Tehát, hogyan tudtok ugye itt vásárolni? Egyrészt tudtok feltölteni igazi pénzért ilyen kis coint. Vagy hogyha a játékok játszodok és szereztek ugye coint, vagy hát ilyen kitűzőket, de mondjuk például úgy jártok, mint én, hogy van nektek ezekben a játékban egy, meg itt van 4 darab, de neked mondjuk ebből kéne a cségósból mind az 5, akkor feljöttök az oldalra, rányomtok arra, hogy deposit, szépen kijelölgetitek azt, ami nektek nem kell, rányomtok arra, hogy deposit, igen, meg is fogom mutatni nektek egyébként, hogy tényleg nem fék az oldal, le is bonyolítok most velük gyorsba egy cserét, ott van pending offer, respond trade offer, és itt látjátok majd ezeket kéri tőlem, ezt azért érdemes megnézni, biztos, ami biztos, el is fogadjuk a trade-et. Így van, confirmation needed, Steam mobile appon keresztül ezt ugye meg kell erősíteni. Szóval gyors, meg is fogom tenni, srácok, lányok. Egy pillanat, hogy gyors töltőre kell tennem a telefon. Úgy perc, hogy akkor videóra kell nekem is lemerülni. Nem baj. Jó, az úgy, ahogy van, szépen csatlakoztatjuk a géphez a töltőt, és már töltődik is a telefon, nem mindegy, elküldtük ide a trade offert, visszavegyük majd az oldalra, de is tudjuk fogadni, accept-tel, ki fogja ugyanúgy majd adni nekünk, hogy bejelenik, nem elkezdem, elmondjuk, bejelenkezem, mert autisták vagyunk. Mindegy, elfogadtuk ezt, el kell fogadni telefonon, itt lesz egy csík, ami, hogyha lejár, akkor el kell küldeni nekik a trade-et. Egy a lényeg, hogy ezeket kijelölgetitek. Itt jobb oldalt lent. Ki is fogja írni most nekem, itt írni, itt jobb oldalt lent kéri, amiért rányomtok és elkezditek a trade-et, ki fogja írni azt, hogy 284 ilyen kis coin fogunk kapni, érte?
meg is nézzük addig a boltot, ameddig a telefon ugye töltőn van, hogy mi mit tudunk ebből vásárolni, nem videók, hanem story jöjjök. Ezt még állagom feketén, mert bántja a szemem. Tehát látjátok, 180 ért tudtok venni például 5 darab kártyás packet, ebben például 10 darab kártya van. Tehát látjátok például konkrétan most mi beváltottunk azt hiszem 6 vagy 5 kártyát, és kapunk érte, tudunk venni már 180 ért egy olyat, amiben konkrétan már van 10, hol van 10 darab kártya. És egyébként írja is, hogy ez mennyi XP-t ad, hogy batch level 2. Meg is ők egyébként nézni elvileg. Gaming itt van. Ezeket kapjuk. Nem, ez több mint 10. Mindegy, ki fogja egyébként írni, hogy mennyit kapunk valahol. Meg lehet Quid Booster. Hoppa. Quid Booster. Mindegy. Tehát... ja. Itt tudtok vásárolni, és akkor itt később, hogy mennyi kártya, mennyi budget levelt ad, és hogy mennyi van jelenleg raktárom. Aztán, ja. Megveszitek, és akkor mondja itt a vidrabba ki kell egyenként jelölni a kártyákat, ki kell küldeni, kapni fogtok egy trade-offet, de ezt lépésről lépésre meg fogom mutatni nektek. De most viszont vágok egyet, mert töltöm a telefon, majd jelenkezek, sőt, hogy lássátok, hogy tényleg nem szkem az egész dolog, ezt meg fogom várni, valószínűleg még lejár, vagy nem csinálok vele semmit, hanem videóban, úgyhogy fogom feltöltött a telefon, vagy itt el fogom fogadni, videóban meg fogom erősíteni, meg mindent, tehát nem fogtok semmiről lemaradni. Na, akkor pár perc és találkozunk. Tizsős kacok, be tudtam lépni közben telefonba, rávisek, hogy confirmations, csak le van véve a fényem, most nem úgy elbasszolt ez a telefon, már veszek egy újat. Még ki is adta a trade-et. Accept. Confirmation error. Általában ilyenkor vagy megtörtént már a trade. Device. Ja, oh, Istenem, hogy a géphez szeret nekem is csatlakozhatni itt, mert zörögjön, börögjön, bazd meg. Na. Elvileg a trade sikeres egyébként. Most mindjárt megnézzük. Hol van? Respond offer. Aha. Elvileg már sikeres a trade. Ja, sikeres lett a tétkezbe. Nem tudom, időnként így random azt, hogy erről közül sikerül. Hát látjátok, meg is kaptam, mert nekem ugye volt még mellette 16-om. És akkor rájössék arra, hogy store. Sőt, level up, nézzük itt mit. Itt lehet ilyeneket vásárolni, most nézem. Igen, százbaszás, mert kevesebb és szerintem tudtok lépni, de mindegy. Rámentek arra, hogy store. És kerestek egy olyat, ahol lehetőleg sok kártya van. Például legyen ez. Valamiért 10-es akarok. Amiben sok kártya van. Itt van 10-es, mondjuk egyet ad. Érdemes lehet, hogy kettőt. Mondjuk ez itt 180 ére, és meg, hogy buy, lenni meg, hogy sir. Így van, maradt 120-am. És itt rámentek arra, hogy vidrav. Szépen bevipáljátok. Aztán pont a lock. Mit tudom, hogy rámentek arra, sir. Itt rányomtok, meg fog majd jelenni trade. Na, meg is érkezett. Rámentek arra, respond to offer, vagy hát válasz, vagy nem tudom, hogy nektek magyar a Steam-etek, hogy mi van ott. Nem tudok, hogy confirm trade content, accept trade. Vártok. Hogy megtörténjen a csere. Valószínűleg, mint ezt is el kell fogadni telefonon, mindjárt meg is nézem, nem biztos. Ugye el kell fogadni telefonon, de lehetséges, megnézem. Legutóbb nem kellett elfogadni. És akkor itt szépen mentek abba, hogy profil, hogyha megvan a set, ugye a set azt jelenti, hogy itt a badge-eknél rámentek, és itt ki is adja, látjátok, hogy 5 darab kell, menjünk a ready. Ready, craft, és akkor végig fog menni egy ilyen animáció, meg is kapjátok az inventory-tokba ezt a badge-et. Kaptok ilyen akciókat is, ilyen nagyon gyenge játékokra egyébként, ami ilyet kutyát nem érdekel. Le tudok craftolni még egyet, vagy nem? Ez most jó volt az előbb. Lekraftoltam még egyet, vagy összebagolt? Szerintem összebagolt. Nem mindegy. És látjátok, ez a csík megemelkedett.
Csak ugyanúgy, hogyha bemegyünk itt az oldalra, rájönünk arra, hogy deposit és egy bank kártyánk, akkor be tudjuk adni. De hogyan tudunk úgy kártyát szerezni, hogy nem ezen az oldalon veszünk, és nem játékokból szerzünk, és hát játékokból szerzünk, de nem úgy, hogy mi játszunk. Erre van egy tök fasz a program, ami nem feltétlenül egyébként egy olyan program, amit hát azt mondom, hogy használjatok, mert hát én nem biztosok senki, hogy ezt használja, ez egy lényeg, egy achievement csalás. Ezt a leírásban megtaláljátok, hogyha esetleg valakit érdekel, mostában már nem nagyon lehet szinte sehonnan letölteni. Na mindegy, ez abból áll, most pontosan bezárom, de ügyes vagyok, Istenem. Megnyitjátok. Kinagyítjátok. És itt kiadja azokat a játékokat, amik a testing könyvtárban vannak, és itt konkrétan be tudod csinálni az összes létező achievementet a játékba. Hogy hogyan tudod becsinálni az achievementeket, tényleg iszonyatosan egyszerű. Nem is gondolnátok, hogy ilyen egyszerű egyébként ebben. Még azt akarok megkeresni, hogy most hol van a Rainbow. Nem találom, hát itt nem adja ki egyébként a Rainbow-t, csak mindegy, mondjuk itt a BDU, de aztán ma megvan az összes achievement. Na mindegy, itt listázni fogja. Ha hajlenségben vannak a csimmel. Az, hogy én már majd nem itt vannak a csimentek, itt rányomtok erre a kis lakatra, ez az összeset kijelöli. És megnyomjátok ezt a comment changed. Hát most itt már az összes be volt ezek szerint nekem már szerezve. Na itt is vannak a achievementek. Ugye rámentek a lakatra. Comment change. 69 achievement. És itt szépen jobb oldalt lent meg fognak majd nekünk jelenni így a Steam-en. Látjátok, ott jelennek meg az achievementek. Most itt BDO-ban mutatom nektek. Ó, nem szedtem volna a jelentékot. Tök mindegy. BDO-ban mutatom nektek. Ott jönnek jobb oldalt az achievementek. És akkor szépen így lehet így keresgetni ezeket a játékokat, amikben így vannak a achievementek, például ebbe is, nem tudom, hogy jött-e új achievement, nem jött. És akkor így közben kapjátok ugye az achievementeké az ilyen... Igen, vannak ilyen játékok, amik azért erre fel vannak készülve, hogy nem csalsz achievementet. Például itt is. És akkor rányomtok, 34 achievementet hozzáad. Ebbe aztán pont nincs, de vannak. Lepipáljátok. 73 achievement, 81 achievement, ebben nem frissítettek, valószínűleg loadout-ban sem frissítettek szerintem, plusz-ötben nem, mobilus, na ebből például sem csináltam, és akkor így emelkedik ugye az achievement a játékokban, ugye konkrétan megkapjátok az összeset a játékba, úgyhogy nem csináltatok semmit, csak kattintottatok egyet. Ebben piros, ebben nem nyúlunk bele. Outlast, Paladins. Nézzük mi az, ami... Mi az, ami esetleg még nincs meg. Tulász megvan. Wallpaper Engine, mert nem tudom. Ebbe sincs meg. És akkor ugye szépen visszamegyünk a Steam Inventory-ba, és megnézzük, hogy milyen kitűzőket szereztünk. Ugye az oldalon rámegyünk, hogy Deposit. Tudom, hogy ott a Refresh. Nem mindegyik játék ad egyébként azért kitűzőt. Hát most jelenleges adott. Most nem kaptunk ezekért kitűzőt, de egyébként, hogyha csináljátok ezeket az achievementeket, akkor kaptok valamelyikért kitűzőt, valamelyikért nem kaptok kitűzőt. Szóval, ja, srácok, legyen ez a videó. Ennyi lett volna, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Illetve, hogyha szeretnétek erre az oldalra ugye bejönni, akkor a leírásban meg fogjátok találni a referál linkemet. Ha ezen a linken beléptek, akkor kaptok valami kis jutalmat, illetve én is kapok valami kis jutalmat, illetve ha ezt a kódot használjátok, akkor biztos kaptok valami jutalmat, most ezt nem tudom, nem ezért csináltam a videót, csak ezt most így megláttam. Én még egyszer srácok legyek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hatalmas nagy pacsi, szevasztok!